Kedves vendégeink, jó napot vagy jó estét kívánok, sok szeretettel köszöntöm Önöket. Nemes László festőművész, az elmúlt években alkotott munkáinak bemutató kiállításán, annak a megnyitóján, illetve az elmúlt időszakban megjelent albumának, könyvének a bemutatóján. Nagy tisztelettel köszöntöm körünkben a művész urát. Itt szeretném megköszönni neki, hogy megrendezte a saját kiállítását, mint látni fogják, teljesen újszerű módon, amihez ezen nem is szeretnék gratulálni. Köszönöm. Sok szeretettel köszöntöm körünkben dr. Varvári Tibor alpolgármester urat, dr. Gyimesi Endrét, volt polgármesterünket, díszpolgárunkat, meghívott vendégeiket, Kepe Lilit, a Lendvai Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet képviselőjét, Novotny Tihamér művészeti írót, akik úgymond szerepelni is fognak nem sokára, és hát természetesen minden megjelentet, akik érdeklődnek Nemes László festőművészete iránt. Elsőként felkérem a polgármester urat, hogy köszöntse az egybegyűlteket. Egy jó képnek, egy jó cselekedettel kell egyenértékűnek lennie. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves közönség! Zalaegerszeg Nagyiguváltos alpolgármestereként Vincent Van Gogh szavaival sok szeretettel köszöntök mindenkit a mai ünnepi rendezvényen. A polgármester úr nevében is külön tisztelettel köszöntöm, és üdvözletét küldöm, aki egy más programon vesz részt. Külön köszöntöm én is Kepe Kocon Lilit, a Lengvai Magyar Nemzeti Művelődési Intézet képviseletében, Novotny Tihamér urat, művészeti írót, Seres Péter szerkesztő, már ő pont éppen nem is láttam, hogy itt van, illetve a, természetesen az est főszereplőjét, a festőművész urat, Nemes Lászlót, akinek a kedvéért ma összegyűltünk. Nem is olyan régen, az év áprilisában Lendván gyűlt össze a művészetet kedvelő közönség, hiszen a képes albumot, amit ma itt is kezünkbe vehetünk, Zalaegerszeg testvérház városában már megismerhették. A kiadvány bemutatójához ugyanakkor miként Lendván, hogy itt is egy kiállítás kapcsolódik, különleges alkalom tehát a mai, amikor feltöltődhetünk, együtt ünnepelhetjük a művészetet, és annak közösséget erősítő erejét. A ma itt szerzett élményeket pedig, legyenek bár vizuálisak vagy közösségi élmények, vigyük magunkkal. Szükségünk van rájuk, hiszen a magunk mögött hagyott két esztendőben a koronavírus járvány kísérő korlátozások, majd a közeli háború ránk is vetülő árnya mindannyiunkban tudatosították, hogy a társas kapcsolódásra való igény alapvető szükségletünk. Szükségünk van azokra a rendezvényekre, helyekre, ahol új erőt meríthetünk. Ha körbenézünk, a holland festőművész bevezetőben idézett szavai szerint itt sok jó cselekedet vesz ma körbe bennünket. Ugyanakkor francia kollégája Edgar Degas pedig úgy fogalmazott, a művész nem azt festi, amit lát, hanem azt, amit másoknak meg kell mutatnia. A világ állandóan változik körülöttünk, Nemes Lászlónak tehát sok mindent kell megmutatni abból, ami körbe vesz bennünket. Annál is inkább, mivel ebben a változó világban mi magunk is folyton változunk. 10 esztendő nem oly hosszú idő, mégis mennyi minden történhet egy-egy évtized során. Jó megállni időnként, érdemes visszanézni, összegezni, hogy aztán rendelt évek puszalelkünkben nyugodtan léphessünk tovább. Külön öröm, Hajas valaki alkotására feledkezhetek rá önkéntelenül, akit ismerek, aki ugyanazon utcákat járja, mint én. Emiatt úgy érzem, talán az én gondolataimat is belefogalmazom mindabba, ami a kezeim nyomán alakul. Zalaegerszeg önkormányzat igyekszik teret adni a művészeinknek, nyomon követni pályájukat, ehhez jó apropót kínál a jelen esztendő is, amikor a Zalai megyeszékhely első 1247-es írásos említésének 775. évfordulójára emlékezünk. Igyekszünk változatos és pezsgő kulturális élettel ünnepelni. Szükségünk van a találkozási pontokra, hogy újra színesebbé, intenzívé tegyük a közösségi életet itt Zalaegerszegen.
Élményekben gazdag, tartalmas estét kívánok mindenkinek. Köszönöm, hogy meghallgattál. Nagyon szépen köszönöm a polgármester úr. Most pedig átadom a szót Lovotnyi Tihamér művészeti írónak, aki a könyvről és a kiállításról is ebbe függően fogja elmondani a gondolatait. Köszönöm. Tisztelt érdeklődők, tisztelt Nemes László kedvelők! Először talán a festőművész az utóbbi 10 év alkotásai című igen impozáns albumáról ejtenék néhány szót, amely 2021-ben készült Lendván, és amelynek ez lenne az elmúlt évek hívószavú kiállítása egybekötött magyarországi ősbemutatója. A 132 oldalas könyv számos magyarázó célzatú környezetdokumentációs műhelyfotót, valamint 95 zömében nagyméretű színes műtárgy reprodukciót, ezen kívül egy az eddigi életművet átfogó hosszabb tanulmányt, több kísérőszöveget, illetve egy személyes önvallomást és egy lexikális életrajzi adatokat tartalmazó függeléket, életrajzokat tartalmazó függeléket is bemutat. A kitűnően fotózott, szerkesztett és tervezett művészeti kötetre természetesen magán az alkotón kívül elsősorban Seres Péter és Kepekocon Lili lehet büszke, de gondolom, hogy a kiadvány támogatói, Lendvaközség, Zalaegerszeg megyei jogú város, Zalaegerszeg kultúrájáért közalapítvány, valamint a Vitrén Kortárs Képző és Iparművészeti Egyesület is hasonlóképpen éreznek. Nemes László szerint a festészetnek olyas értelme van, amely elsősorban az ember hitét és önazonosság tudatát fejezi ki. Erre utal az album ászpolitikai felütésű mottója. Idézem. A festészet értelme számomra mindig a hitem és identitás tudatom fontos stációja volt. Segített megtalálni hovatartozásom és kultúrám lényegét ebben a nagyon összetett és furcsa világban. Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a könyv fotóanyagának és a kiállítás meghívójának egyik visszatérő motívuma az a fekvő, alvó, figyelő, meditációs pozícióba helyezett vagy helyezkedő festett, színezett papírmasé fej, amely a művész több önarcképének és kombinált festményének is az alapeleme. Tudnélik Nemes, mint alvópásztor, mint jós, mint fülkész, mint jövőkutató hallgatja a föld, a sors, az ősök, az alsó és a felső világ üzeneteit és neszeit. Zárójelben jegyzem meg, hogy ez a virrasztós, átszellemült, kiemelt fejpozíció Tiszbai Sándor és Lovász Erzsébet egykori festményeinek is egyik jellegzetes alapeleme volt. Ugyanakkor Nemes László identitástudata Kárpát-medencei kötődésű. Erről eddig életének állomás helyei győznek meg bennünket, amelyek magukba foglalják Erdélyt, Magyarországot, Moldvát, Szlovéniát és Szlovákiát, szorosabb értelemben Kolozsvárt, Marosvásárhelyt, Zalaegerszeget, Lendvárt és a Mudavidéket, valamint a Csarlóközt, természetesen az ezzel járó közéleti szerepeket és a közjó szolgálatát is ide számítva a tolerancia jegyében, ahogy erről Zalaegerszeg polgármestere Balai Zoltán, illetve Magyar Janez, Lendvaközség előjárója írt a könyv köszöntőjében és útravalójában. Nemes László nem csak jó festő, kiváló képzőművész, de egy becsületes, magyar szívvel és közép-kelet-európai ésszel gondolkodó, értekező, értelmező,
a környezetére érzékenyen figyelő elméleti ember is, aki ha kell, szavakban is megfogalmazza az alkotó világban betöltött szerepét, hivatását és átfogó nézeteit. Az Alkotás című írásában például, amelyet egy nagyszerű, szürke árnyalatos portréfotó is illusztrál, tisztán, fekete háttér előtt, amelyen a művész feje és magyarázó keze előtt, mint egy vízió jelenik meg szellemi terméke, a fehérrel szedett szöveg többek között arról értekezik, hogy a művész mű befogadó hármasában hogyan jelenik meg a világ és az igazság keresés motívuma. Mert bizony a világot mindig újra és újjá kell értelmeznünk, a kerék nem áll meg. Számára a földi univerzum csodálata egyenlő az elemek, a biológiai és az emberi természet, az ember által teremtett civilizáció szövetek és a művészeti stílusok csodálatával, amelynek változó jelenségei és együttállásai persze nem mindig engedik meg a csodálatot, és nem mindig érdemelnek elismerést. Művészeti kiskátéjában leginkább mesterséges térben kiemelő művi kulisszák között zajlanak az allegorikus történések, történetek, a vizualizált érzelmek és a különböző témák, motívumok és formák leginkább szimbolikus elővel bírnak, ezen kívül képeiben kiemelt szerepet száll a zenei ritmusnak, a tudatos megjelenítéseknek versus a tudatlan véletlenszerűségeknek, sőt a szintézisnek is. Kostyán László művészettörténész tipológiája szerint nemes nem a monomániás, tehát az életükben kizárólag egy pont körül keringő, nem a stilális kacskaringókat járó, vagyis az ezerféle dolgot kipróbáló, hanem a ciklusokban gondolkodó problémáit, témáit alaposan körüljáró, és azokat bővítő, variáló alkotók körébe tartozik. Dienes Attila, a szobrász és a barát, filozófikus hangvételű írása magas gondolatokat feszeget. Egyrészt felállítja az emberi tudat születéstől kezdődő fokozatos feltöltődésének és az ezzel szemben álló erő működésének a képletét. Mert a tudatromboló erők, a mulandóság, a stressz, a traumák és tragédiák, a gonoszságok és vészhelyzetek megcsonkítják, lerombolják emlékeinket, emlékezetünket, vagyis ledönthetnek mindent, amit addig fölépítettünk. Legalábbis egykori közös tanáruk, Bretter György esztéta és filozófus Kronosz a kegyetlen című eszéjére hivatkozó okfejtéséből erre lehet következtetni. A kis és nagybetűs idő szerepe tehát kettős. A mulandóságot és a halhatatlanságot egyaránt eszünkbe juttatja. Másrészt a művész, így Nemes László is tökéletesen tudatában van annak, hogy egy alkotás csak akkor releváns, meghatározó és hiteles értékű, ha annak égi és földi, szent és profán, makro és mikrokozmikus, végtelenség és végesség, egyetemesség és egyediség vonatkozásai vannak. Dienes ide sorolja például Nemes virágcsendéleteit, amelyek egyszerre emberi sorsok, érzelmek, kapcsolatok, léthelyzetek, valamint kozmikus világértelmezések, azaz életfa szerepkörűek is. A filozófikus szöveghez rendelt környezetfotók, kiszáradt, felfüggesztett, beszédesen néma, tanúságtevő szőlőtőket matuzsálemek, illetve két öreg fa közé kifeszített függőágy, merítőhálóján fennakadó őszi levelek metaforikus képei meggyőzően illusztrálják Dienes megállapításait és igazolják Nemes hasonló világszemléletét, sőt a szerkesztők figyelmességét is.
Baki Péter festőművész Nemes László képeiről, kompozícióiról megállapítja, hogy azok leleményesek és fantasztikus megoldásúak. Humoráról azt mondja, hogy az egyszerre szürrealista, szellemes és drámai. Témáiról azt írja, hogy bár azok különbözőek, mégis egymásba kapaszkodóak, karolóak, egymásra vonatkoztathatóak. Ám azt is kijelenti, hogy Nemes ízig-vélig festő, amellyel én magam is teljességgel egyetértek. Ugyanakkor azt is megemlíti, hogy expresszív művei, fél absztrakt, fél figurális vagy jelszerű történetei fájdalmakról, örömökről, csalódásokról, újrakezdésekről, kalandokról mesélnek. És ezeken túl kiemeli Nemes egyszerre extrém és nézőbarát felfogását, mivel témáit nem csak önmagának, de a befogadóknak is festi. Talán ennek is köszönhető, hogy képei, ha egyszer már befogadtuk őket, soha többé nem törlődnek agyunkból, mert azok túlontól eredetiek, és megrögződésesen hagyományosak egyszerre. Borbé Károly képzőművész szavakba öntött virágcsoport metaforája válasz Nemes képi világértelmezésére, vagy még inkább festészeti szándékaira és céljaira. Idézem őt. Valahol a látóhatár szélén, ahol az ég lezárja a végtelent, ott lebegünk mind, egyetlen óriási csoportban, a romlás virágai. Szeretünk és pacsarkodunk, bezárkózunk és kitárulkozunk, kinyílunk és elhervadunk, kibomlunk és megbomlunk, elvágyódunk, de mégis maradunk, együtt vagyunk, de szétmennénk. Keresztül fut rajtunk a végtelen szele, és végesre szabott életünkben mindannyian magunkban hordozzuk a végtelent. Sok kis fénylő darabkáját a mindenségnek. Visszük magunkban, tápláljuk és óvjuk világunkat, miközben játszunk színes szürke színpadokon. Színtér vagy színpad, illetve színjáték és maszk vagy szerepjáték hasonlatával pedig kijelenti, színtér vagy színpad, illetve színjáték és maszka szerepjáték hasonlatával pedig, kiteljesítve a nagy téridő játékot, alapvető létkérdéseinket fogalmazza meg, Nemes képeire alapozva. Megint idézem őt. Magunk építgetjük csillogó dimenzióinkat, vagy találjuk és csak belecsöppenünk. Éltet vagy elnyel bennünket a tér. Lehatárolnak, elválasztanak vagy összekapcsolnak minket a színfalak. Felevelt maszkjaink helyén vajon embert találunk? Ördögöt, madárijesztőt, bohócot? Vagy múlékonyan elrebbenő lélekmadarat? A színpadon érezzük magunkat, és életek utaznak az idő szalagján. A Nemes albumának változatos tematikai készleteit nézzük, pusztán csak felsoroljuk ezeket, akkor a következő festészeti műfajokat találjuk meg benne. Az önarcképeket, a női portrékat és aktokat, karakterisztikusan egymáshoz rendelt, mégis különböző formai, illetve tartalmi tálalásokban kivitelezve, a virágcsendéleteket egészen a misztikus, mitikus és kozmikus tárolásig bezárva, és nagyrészt ide sorolandók a műmelléklet elején található tér és forma jelölési szénrajzok is. Azután az egész egy félalakos portré, azután az egész vagy félalakos férfi portré szerepek és szerepjátékok, az allegórikus és szimbolikus jelentésű élet és vagy színpadképek, az ikertér hatású áthallásos festmények, a zenetémájú képek, a kereszt vagy
Szent Háromság típusú munkák következnek a sorban. S legvégül az atlantiszi vízió, ahogy a pusztulás, az elsüllyedés egyszerre konkrét és metaforikus, lásd az Adakala sorozatot, az eklipszis vagy a hold és napfogyatkozás átvitt értelmű műveit láthatjuk a nagy vizuális gondolat és érzés fűzérben. Nemes László mostani, azaz az elmúlt években készített képeinek a kiállítása egy igazi meglepetés, egy a szintézis elejével ható, olyan összegző világnézeti jellegű és stílustörekvésű, rendkívül gondolatébresztő, izgalmas tárlat, amelynek a legfőbb szereplője a Fekete Tölgyek sorozat. Erről szabadon idézve így ír a szerző, a felfedező, a képek tulajdonosa. Szent Gotthárd szomszédságában egy kavicsbányából hatalmas, megkövesedett tölgyeket hozott felszínre a markoló, óriási kupacokat alkotva. A megszokott természeti vizualitásnak újszerű látványából egy teljesen új tájmisztikai képfelfogás született az idő végtelenségéből és az anyag metamorfózisából felmerülve. Az idő dominanciája, az anyag újraértelmezése, születése és átalakulása, az energiák jelenléte új utak és koncepciók keresését ébresztették fel bennem. A kérdés így fogalmazódott meg számomra. Miként lehetséges intellektuális és érzelmi úton követni a földi és kozmikus erők jelenlétét, a már ismert és a még felfedezésre váró törvényszerűségek tekintetében. Nikola Tesla a létünk föld-víz-levegő alapfeltételein túl megfogalmazza, hogy az anyagban nincs más energia, csak amit a környezetéből befogad. A tájban ezek a dinoszauruszi növényi monstrumok egy egyszerre konkrét és elvont eszmei elméleti időutazást sugalmaznak az emberi ittlét számára. Köszönöm, én ennyit szerettem volna elmondani a könyvről és a kiállításról, és most átadnám a telepet a beszélgetés számára. Köszönöm szépen a megnyitó gondolatokat. Hát akkor felkérem Nemes művész urat, Kebben Ilit és Novotny Tina, még fáradjanak az asztalhoz. Egy kötetlenebb beszélgetés formájában a könyvről. Én személyes kis történeteket szeretnék megosztani önöket, amelyeket Nemes Lacival megéltünk, megéltem. Néhány napja, hogy visszatértünk arról a vidékről, ahol Laci született. Ott voltunk Csíksomlyói búcson, és az üzenet a Csíksomlyói búcsónak az volt, hogy béke és jóság. Nekem ez a két fogalom, amikor beléptem a kiállítás térben, valahogy ez a két szó megfogalmazódott bennem újra, mert Nemes Laci közelében és Nemes Lacival, amikor együtt dolgoztam, általában mindig a béke az ott volt. Nem csak közöttünk, hanem abban a közösségben, ahol együtt dolgoztunk. A másik, ő egy jóságot sugároz abban a közegben, ahol dolgozik. Úgyhogy nem tudom, ez véletlen, de mivel, ha jól tudom, nem nagyon hiszünk a véletlenekben, azért úgy gondolom, hogy lehet, hogy ez a szülőföldről hozott érték, amelyeket az elmúlt 30 évben mi is megtapasztaltuk. Én a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézetnek a képviseletében vagyok itt, annak az intézetnek, amelyik tavaly áprilisban, amikor benyújtotta Nemes László a kéziratát, vagyis a kéz albumát, akkor úgy döntött, hogy mindenképpen érdemesnek tartja, hogy megjelenik ez a könyv, vagy ez az album. Hát az út az nem volt
egyszerű, mert hát a művész az, ahogy hallottuk Tihomértől, hihetetlenül ügyes a festészetben, és ő a festő, de amikor a kéziratot könyvbe kell önteni, az már egy kicsit nehézkesebben működött. Úgyhogy én is szeretném megköszönni Seves Pétert barátunknak, nem tudom, hogyha itt van-e, de így láthatatlanban a közreműködését. Lacit, ahogy említettem, ezelőtt 30 éve ismertem meg. A lengvai művésztelep sem lenne olyan, amilyen a mai napon tapasztalhatjuk, hogyha Laci nem segítkezett volna. Emlékszel az első találkozásunkra? Hát olyan szépek voltunk, de tőleg te. Úgy tudnám érdekessé tenni, hogy ez körülbelül úgy zajlott, hogy az a kíváncsiság, ami bennünk volt, hogy érezni lehetett, hogy elszabadulnak a határok, és valahol mindegyre egyre közelebb kerülhetünk egymáshoz. Ez a közelebbre kerülés pedig az újra felfedezését jelentette számunkra, számomra elsősorban, aki egy nagyobb távolságból érkezve ide, és végig hallgatva azt a csodálatos magyar nyelvet, amit a hetésiek beszélnek, és ami, köszönöm Zoli, hogy mosolyog, amit a hetésiek beszélnek, és ami végtelenül hajoz a göcsei, még mondhatni zalai nyelvjárásra is, akkor már bennem most is végigfut valami, hogy hazát hagytam, hazát keresek, és hazát találtam. És ezt nagyon sokszor átbeszéltük. Lili annak idején az intézmény, az intézet vezetőjeként hihetetlen dinamikával művelte azt a közeledést a Kárpát-medencei régiók irányába, amikor kitalálta és létrejött a keletelőtábor, ahol nem tudják elképzelni, hogy az elszakított régiókból érkező gyerekek, szülők, kísérő tanárok, hogy hogy tudtak zokogni és sírni, amikor alkalmuk volt átbeszélni annak az összetartozásnak a vágyát és annak a szépségét. Röviden ennyit. Köszönöm. Említett táborokban, vagyis az említett összejöveteleken Lacinak mindig fontos szerepe volt. Ő nem csak festőművész, ő pedagógus, ő tanár, ő műhelymunkavezető, galériavezető, ez minden volt Lengván. Önök zalaegerszegiek, testvérvárosi kapcsolatot építettek és tartanak Lengvával. A Laci az egy fontos pillére volt ennek az elmúlt 30 évnek. És nem csak ennek a testvérvárosi kapcsolatnak volt fontos pillére, ő ilyen láthatatlan szálakat forogatott, Lengva, Dunaszerdahely, ahogy már hallottuk. Mi is megértük a táboron keresztül, de utána a festőművészeti alkotások kiállításán oda-vissza ezt a láthatatlan szálakat, és ahogy említettem, ezt nagyon finoman és nagyon ügyesen tudta ápolni.
a mai napig, és ezt köszönjük nekik. Úgy gondolom, hogy valamennyien nem csak itt egerszegiek, hanem lengvaiak, vagyis kárpát-medenceiek. Ahogy említetted, Erdélyből származol, aztán Zalaegerszegen vagy otthon, és Lengván, vagy Zalaegerszegen itthon, Lengván pedig otthon, ezt szabad így fogalmazni? Vagy van, amelyik hely közelebb áll a szívedhez? Azt hiszem, hogy olyan időket élünk, amikor mindnyájan a lelkünkben nézhetünk, hogy eldöntsük azt, hogy hova is tartozunk. Ebben a nagy globalista konglomerátumban beleolvadhatunk, vagy összefogva, egymás kezét megfogva megtarthatjuk magunkat. Megtarthatjuk egymást, a gyerekeinket, megtarthatjuk egy jövőt. Köszönöm, hogy hol intasz, mert hogyha szabadnék egy kicsit abba az irányba is két gondolatot elmondani. 25 éve fotballozunk együtt, és ez alatt a 25 év alatt érdekes, hogy a fotball világában is, a sport világában is ugyanezek az érzelmek és gondolatok valósultak meg. Megmaradtunk egymásnak, és talán ez az egyetlen legnemesebb dolog, hogy folytassuk és a megmaradásunkat. De szerintem azért ülünk hárman itt az asztalnál, hogy ki a miért is engedjük szóhoz. Én lehet, hogy így első kérdésként Lacihoz irányítólag, de hogy a művészvilágban hogy látjátok ti Lacit azon kívül, amit elolvastál, Lacit mint embert? Ez is működik. Fogas kérdés, mert nem egészen természetes módon működnek szerintem a képző művészeti szintér elemei, hogy úgy mondjam, Magyarországon. Nehéz a vidéki művészeknek, talán ezt így kimondhatjuk, a Budapest centrikusság miatt. Utóbbi időben viszont én úgy érzékelem, vagy úgy veszem észre, hogy egymástól függetlenül is működnek ezek a színterek. Tehát a maguk nagyon jó értelemmel vett értékvilágával. Tehát majdnem, hogy rossz nagyon azt kellene mondanom, hogy nincs egymásra szükségük. Holott ez egy nagyon rossz ízű kijelentés, mert igenis, hogy ennek nagyon összefonottan, fonódottan és harmonikusan kéne működni. Sajnos még mindig megvan ez a különbség, vagy ez a hátrány. Ugyanakkor azt veszem észre, hogy rendkívül izgalmas kezdeményezések történnek az országban. Szolnokat említhetném például, ahol Verebes György festőművészette kézbe a felújított művésztelepi mozgalmat és nagyszerű programokat szerveznek, művészeket hívnak meg. Tehát egy önálló entitást, egy kiváló minőséget tudtak létrehozni. Több ilyen csomópontja is van az országnak. Van, ahol régi gazdasági épületeket újítanak fel, és olyan hét nyelven beszélő kiállító terek születnek, hogy tényleg az ember nyála elcsordul, hogyha látja ezeket. Tehát a különbségek kezdenek megszűnni. Mégis ez a Budapest-centrikusság, ez mai napig él. Ami lehet, aminek van pozitív oldala is különben, hogy mégiscsak egy ilyen fokmérő, tehát ha működne az, hogy ide-oda,
itt is, ott is tudnának rendszeresen kiállítani a művészek, akkor ez nagyon kiegyenlítődne ez a helyzet. Mi volt még a kérdésed? Ahogy... Én hozzászólnék. Igen. Hozzászólnék. Igen. Már csak azért is, mert alpolgármester úr itt van, meg valamikori polgármesterünk. Könnyű a budapestieknek, mivel az ország szellemi értékei ott összpontosulnak, nagyon sokat nem kell tegyenek. Ők maguktól működtetik. Na most egy ilyen kis mezőváros, mint Zalaegerszeg, mit kell küzdjön, és mit kell tegyen, milyen energiákat kell neki tudni megmozgatni, hogy kultúra teremtődjön. Ha lehet a Géniusz Lóczi szellemiségében, ha lehet, akkor egy újszerű, és ha szabad így mondani, a kor szellemét követő művészet. Egy kicsit a vidékies és a vidék lenézése kísért sokszor minket. Pedig, hát nem egyszerű, jóval nehezebb helyzete van egy vidéken élő alkotói csoportnak, személynek, mint aki Budapesten van. Ezzel szembe kell nézni. És hogy ezzel mit tud tenni a város, a politika, polgármester, nem tudom, de kérdést fel lehet tenni. Tény az, hogy a hely, amit biztosít a Göczi Galéria, az mindnyájunk számára egy színvonalat jelent, és büszkék is vagyunk rá. Ide érdemes, és el is kell hozni a munkáinkat. Én is ezt erősíteném meg, hogy tulajdonképpen a színkülönbségek már szinte eltűntek. Ugyanakkor mégis a ehhez kapcsolódó elismertség vagy elismerés nehezebben működik. Tehát neked is például hiába vagy jó festő, és hiába csinálsz nagyszerű dolgokat, sokkal nehezebb ezt bevinni a köztudatba. Sajnos ez egy nehézség, de ugyanakkor az internet világában és a mai helyzetben azért már sokkal könnyebb is egyben. A vonatalvaló utazáshoz az mennyi időt vett igénybe? 3 órát. Csak? Nem így is kell? Megbántam. Hát 3 órát. Én meg vagyok győződve, hogy annak ellenére, hogy ugye a művészi világ lehet, hogy egy nagyobb elismerést a Budapesten, de meg vagyok győződve, hogy azért Nemes László nem cserélni a lakhelyét, és nem menne Budapestre ezért élni. Ja, Szentkód madonnájáról tetszettek hallani. Biztos. Úgyhogy, mert ha igen, akkor ezt már rég megtette volna. Közben megérkezett Seles Péter, akit már dicsértük egyszer-kétszer, de most itt van személyesen, úgyhogy még egyszer köszönjük a Nemes László albumának a gondozását, és reméljük, hogy lesz még rá alkalom a következő elmúlt, vagyis a következő 10 év, amikor elmúlik, akkor az elmúlt 20 év, majd újra Seles Péter gondozásába fogjuk adni. Én még egy értéket szeretnék megosztani önökkel, ami Lacira vonatkozik. Az, hogy ő tud alkotni és tanítani a legkisebbektől kezdődően, az óvodásoktól kezdődően a szépkorúiakig. Ő tud hangot teremteni, legyen az egyértelmű, hogy magyarul dobog a szíved, de tud hangot teremteni a szlovénekkel, az albán fagyizóval, a maribori, nem tudom, művészet történésszel, aztán a, hadd ne soroljam a különböző nemzetségeket,
Ő az az ember, aki nagyon gyorsan megtanulja azt a néhány kedves szót, amelyik szükségesek ahhoz, hogy a baráti viszony és a kapcsolat megteremtődjön. Ez Jóistentől származik, vagy tanultad? Én ezt mindig transzilvanizmusként tudom közvetíteni. A transzilván gondolkodás, a sokszínűség, a sokak kultúrájának az elfogadása. Közben megérkezett a picunokám. Kérem szépen, a tolerancia, a mások iránti tisztelet, és főleg a közösségben való gondolkodást, amit oly sok időn keresztül kipusztítottak a lelkünkbe, és most ebben az önző világban egyre inkább teret nyer. Ezt azt jelentik, hogy van egy pici a génekben, de ezt a környezet és a szülőföld magja rakta beléd, és aztán ezt csak tovább fejlesztetted. Igen, mert amikor meglátják a Lendvai iskolán a Nemes Lászlót, vagyis őt úgy hívják, hogy Laci bácsi, akkor így fölcsillannak a gyermekszemek, de ugyanezt történik a szépkorúakkal, amikor bemegy a műhely munkára, azok nem Laci bácsinak hívják, de az ő szemei is felcsillannak, igen. Én azt tudom mondani, hogy számunkra Nemes László az érték. Nem csak úgy, mint festőművész, hanem mint ember. Nagyon sokat tanultunk tőle, nagyon sokat együtt dolgoztunk, teremtődtek értékek, közös értékek, és én azt kívánom, hogy a következő 10-20-30 évben ez folytatódjon, ahhoz Jóisten adjon egészséget, és mivel nem szeretnénk visszaélni az önök türelmével, azért átadom a Lacinak a szót, Zöbi a végszó, és mindenek jobbak. Köszönöm a kedves szavakat. Én pedig válaszolni szeretnék. Ez az album, ami 95%-ban a Magyar Művelődési Intézet, a Lendvai Közösség, a Lendvai polgármester hozzájárulásából született meg, de annak az anyagiakon túl a lényege az a lelkiség, amit a Kepeli Lili kiadó beleépített. És nem utolsó sorban szeretném annak a kedves barátomnak, akihez ez a közös munka nagyon közel vitt, úgy hívják, hogy a Peti, mindig látják ezzel a csattogatóképpel. Gyönyörű szép fél évünk volt, ahogy végig küzdöttük a megszületését. És önöknek pedig köszönöm az idlétet. Nem szeretnék, de személyesen megszólítani, tudnék, de vegyétek úgy, hogy mindenkinek köszönöm, hogy együtt lehettünk, és nézzük meg a kiállítást, lehet kérdezni is utána. A ti hittőlem is. És köszönöm szépen a lehetőséget. Nagyon szépen köszönjük a kellemes beszélgetést is. Én is csak azt tudom javasolni, hogy nézzék meg a kiállítást, de nézzék meg az albumot is, az információnál megtekinthetik, és esetleg meg is vásárolhatják, hogyha tetszik. Köszönöm a figyelmüket, és természetesen egy pohár pestőre is. Nagy szeretettel várjuk Önöket.
Szóval mutatkoztam, nem emlékeztem, akkor nem mondom. Megvan a felület. Neki munkáltat, hogy ide elkezdtem.